1882-es megalapítása óta számos viszontagságos időszakon van túl a zentai gazdakör. Újkori történelme az 1990-es években folytatódott, és a mai napig szerteágazó tevékenység jellemzi tagságát. A civil szervezet községi, tartományi és magyarországi támogatásokból tartja fent magát, működteti székházát és foglalkoztatja falugazdászait. Kedden 150 tag részvételével tartották meg évi közgyűlésüket, amelyen az elnök beszámolt tavalyi tevékenységükről, ügyvitelükről és az idei terveikről. A zentai gazdakör tevékenységeit illetően elmondhatom dicsekvésképpen is, hogy az elmúlt évben több mint 7000 ügyintézést csináltunk meg, az idei márciusában pedig több mint 1500 ügyfélfogadáson vagyunk túl. Tehát ez is azt tükrözi, hogy ugyanúgy szolgálnunk kell a termelőket, és itt van a legnagyobb érték ezekben a szervezetekben, amikor egy összekötő szerepet kell, hogy játszunk a törvényhozó testület és a termelők között. Én gondolom, hogy itt ezek a szervezetek ide tartozik az zentai gazdakör, és ez teljes mértékben maga mögé tudja utasítani, és én gondolom, hogy az elmúlt évek munkája ezt meg tudja erősíteni, a következő évek pedig erről kell, hogy szóljanak, hogy ezeket a termelőket, főleg kis termelőket, ugye, aki nem PDV-s gazdaság, nem könyvvel, ide tartoznak a pár hektárosok, és ameddig igény van rá, ezeket a szervezeteket éltetni kell, fönt kell tartani, és ezeket a termelőket ugyanúgy játékba kell hozni, megtartani, hogy tudják végezni a tevékenységüket. A közgyűlésen megjelenteknek bemutatkozott Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselője, aki a Képviselőház mezőgazdasági bizottságának tagjaként a magyar gazdák érdekeinek hivatott érvényt szerezni. A hét elején megjelent állattenyésztési támogatásokról a mezőgazdasági államtitkárt kérdeztük. Március 11-től április 11-ig lehet pályázni. Az, ami fontos, az elegelején, hogy kiemeljem, ugye, hogy növekedtek a támogatások, növekedtek általánosságban az állattenyésztési ágazaton belül, így növeltük a hízóállatok után is, ugye tavaly 15 ezer dinár volt egy hízó, bika után most 22 ezer dinár jár, a bárányok után, kecske, gidák után növeltük 2000-ről 3000 dinárra, valamint a sejtés, hízó sejtésről itt megemeltük 1000-ről 1500 dinárra. Ezek nagyon fontos támogatási pluszok, ami a hízlalásra előre van látva, és ami még fontos, hogy kiemeljem, amire odafigyeljenek a gazdák mindenképp mielőtt hozzáfognak a dokumentáció begyűjtéséhez, az, hogy ugye tavaly a hízalásra június hónap közepén lezártuk a pályázatot, és most odafigyeltünk arra, mint az elmúlt időszakban is, hogy lefedjük azt az időszakot, ami a tavalyi évben átadott állatokra vonatkozik, vágóidakra, úgyhogy át lehet adni június 13-ától, 2023. június 13-ától leszállított állatokra, a leadás pillanatáig leszállított. Tehát le van fedve a tavalyi évi rész is, és a pályázattal bezárólag április 11-é rész. A tartományi mezőgazdasági titkárságtól évente megközelítőleg 2500 családi gazdaság és mezőgazdasági vállalkozás kap különböző összegű, vissza nem térítendő anyagi támogatást, mondta a közgyűlésen a titkárhelyettes. Az időszerű gazdaságfejlesztési lehetőségekről elmondta, hogy a civil egyesületek rendezvénytámogatási pályázati vonala mellett jelenleg még 3 mezőgazdasági vonatkozású pályázaton lehet 60-70%-os költségtérítést igényelni. Múlt hét folyamán a mezőgazdasági titkárság megjelentetett több olyan pályázati kiírást, ami direkt a mezőgazdasági termelőknek szánunk. Ugye itt 3 nagy csoportot lehet most idei évben megkülönböztetni. Az egyik ugye a feldolgozásnak a kérdése, ahol ugye kis hús- és tejüzemek támogatása szerepel, ezen kívül a zöldség és gyümölcsfeldolgozás, valamint a szőlészetek, mondjuk úgy a borászatoknak a feldolgozásához szükséges eszközök, és a mézfeldolgozás eszközei.
A második ilyen nagy csoport, ami szintén megjelentetésre került, az az eszközbeszerzéseknek a pályázata. Itt a fóliás termelés eszközeire, a kapcsolható eszközökre tudnak pályázni a gazdák, és azok a gyümölcsösöknek a, vagy szőlőskerteknek a tulajdonosai, akik jégvédőhálókat szeretnének telepíteni, vagy fagyvédelmi rendszereket. Az öntözés is ide beletartozik még? Nem, az öntözés az egy külön pályázati kiírás lesz hamarosan, várhatólag április elején. A harmadik megjelentetett pályázatunk az pedig az állattartóknak szól, ugye farmi felszerelések vonatkozásában tudnak eszközöket pályázni az állattartók, és ugye a méhészek tartoznak még ebbe a kategóriába. El kell azt mondani, hogy ez a három nagy csoport, ez, ha megnézzük az előző éveket, akkor ez most összesen 9 pályázati kiírást összesít, vagy csoportosít. Minden gazda, minden egyes szektorban átadhat egy-egy pályázatot, és minden most említett pályázat, ugye az öntözés kivételével, amit mondtam, hogy majd csak április elején fogunk megjelentetni, egészen április 5-ig tudnak átadni a gazdák kérelmeket. Mekkora összegekre pályázhatnak? Hát itt ugye összesen 600 millió dinár van előlátva az összes ilyen pályázati kiírásnál. A külön-külön a keretösszegeket azt a gazdák meg tudják nézni a szabályzatainkba, de pontosan nem változtak ezek az összegek az előző évekhez képest. El lehet mondani azt, hogy a kapcsolható eszközökre 242 millió van, a farmi felszerelésekre 80 millió van, a jégvédő háló kiépítésére 80 millió van, a fóliás termelés támogatására 85, a méhészek támogatására 35, de ez mind-mind benne van ebbe a három nagy kategóriába, és az érdeklődők meg tudják találni. Titkásság honlapján fent vannak a pályázatoknak a teljes szövege, a szabályzatai és ehhez tartozó jelentkezési űrlap, amit ki kell emelni, hogy továbbra is papír alapon tudnak a gazdák a mezőgazdasági titkásságnál pályázni, tehát papír alapon, postai úton tudják eljuttatni, és az is kiemelendő, hogy megmaradt az a jól bevált szokásunk, hogy akár előszámlával is tudnak a gazdák hozzánk pályázni. A forgótőke hiánya miatt a tavaszi vetés megalapozása sok gazdaság számára gondot jelent. Számukra jó lehetőség a tartományi mezőgazdaság fejlesztési alap mindössze 1%-os hitele, amelyre a többi kölcsönvonallal együtt április elejétől lehet jelentkezni, mondta az alapigazgatója. Mivel 13 kölcsönvonal volt, és valószínűleg, hogy így lesz a 2024 áprilisában is, nem tudnák külön kiemelni legfontosabbat, de azt elmondanám, hogy a mezőgépek és kapcsolható eszközök kölcsöne az mindig is aktuális és attraktív volt, valamint az öntözés és pályázatra is többen jelentkeznek, és az új egy-két éve létező kölcsönvonalak, mint a repróanyagvásárlás és a termőföldvásárlás szintén érdeklődésre adott számot tavaly is és tavaly előtt is, viszont hát nem kell elfelejteni, hogy az állattenyésztők számára is többféle kölcsön van, a feldolgozásban is tudnak eszközöket vásárolni a termelők. Legfontosabb még talán azt kiemelni, hogy mivel a mezőgazdasági titkárságon számos pályázat jelenik meg, gyakorlatilag 90-95%-ban a titkársági pályázatok, illetve költségvisszatérítési lehetőségek megegyeznek az alapnak a kölcsönvonalával, így mind a két helyre ajánlatos pályázni annak, aki nem rendelkezik elegendő pénzeszközzel, ugyanis egy sikeres költségvisszatérítési szerződés után egy 60-90 napon belül az alap hitele segítségével realizálni tudja az adott beruházást, és el tud számolni úgy a mezőgazdasági titkárság, illetve a mezőgazdasági fejlesztési alap felé is. Tehát egy új beruházáshoz tud jutni, de támogatott módon is.
az az 1%-os éves kamatláb, amit meghatározott az igazgatóbizottság, csak azt a célt szolgálja, hogy a pénz megőrizze az értékét, és amikor visszafizetésre kerül, akkor egy következő igénylőnek szintén oda lehessen adni. A zentai gazdakör közgyűlésén elhangzott még, hogy a köztársasági és tartományi mezőgazdasággal megbízott magyar politikusok már hetek óta folyamatosan előadásokat tartanak Vajdaság szerte, ahol az időszerű pályázatokról és az azokra való jelentkezéstől tájékoztatják a falvak lakosságát.